Búzaliszt, víz, élesztő, növényi zsiradék, só, emulgiálószer, E471, E481, E472, E. Szójaliszt, hordozó, E516, savanyúságot szabályozó anyag, E262, tartósítószer, E200, E282, lisztkezelőszer, E300, enzimek. Íme az ME281/01 azonosító számú termék, vagy közismertebb nevén a pesti tartós kenyér. Tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Talán felmerül Önökben a gyanú, hogy eltévesztettem az időpontot és a helyszínt, esetleg rossz jegyzeteket hoztam magammal, hiszen látszólag a témánkhoz a legkevésbé sem illik korunk mindennapi kenyerének élelmiszer vegyészeti bemutatása. De engedjék meg, hogy megmagyarázzam, hogyan kerülnek a testre ható idegen, mesterséges anyagok, az E-számok és egyéb adalékok ennek a média történelmi eseménynek az asztalára. Az 1920-as évek Amerikájából kapott szárnya a felismerés, hogy tulajdonképpen azok vagyunk, amit megeszünk. Lényegében ekkor született meg a táplálkozástudomány, amely azóta nagy karriert futott és fut be napjainkban is. Az utóbbi időben Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet szentelünk az egészséges életnek. Könyvtárnyi szakirodalom gyűlt már össze a méregtelenítő, tisztító és bőtkúrákról, és nincs olyan életmód magazin, amely néhány oldalt ne szentelne ennek a témának rendszeresen. Az egészséges táplálkozás már-már olyannyira divatossá és a közbeszéd részévé vált, hogy mindannyian kisebb-nagyobb mértékben szakértővé váltunk. Tudjuk, hogy mi emészhető nehezen, mi az, ami nehezen távozik a szervezetből, csak lerakódik, és mi az, ami hosszú távon kóros elváltozásokat okozhat. Ez a fajta tudatosság, odafigyelés immár nem csak a táplálkozásunkat jellemzi, hanem egyre inkább áthatja a gondolkodásunkat a társadalmi, gazdasági és a teremtett környezetünkről. Mint egy kicsit ráéreznénk arra a keleti világszemléletre, amely nem is ismeri a környezet kifejezést, hiszen a környezet értelemszerűen azt jelenti, hogy a dolgok körülöttünk vannak, pedig hát mi is a világ szerves részeként egyek vagyunk a környezetünkkel. Lám, az emberiség hosszú kitérők varga betűk után, mintha végre visszatért volna ahhoz a felismeréshez, hogy a jövőm záloga a mértéktartásba rejlik. Mindezek ellenére elgondolkodtató, hogy az ember önmagára csupán a biológiai lény szintjén gondol. De vajon a szellem táplálásában nincs-e szükségünk a régi új szemléletre, mai szóval ökológikus megközelítésre? Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Nos, ahogy a helyes táplálkozás esetében is igyekszünk tartózkodni a válogatás nélküli habzsolástól, de nem élhetünk örökül méregtelenítő és bőtkúrán sem, úgy az egészséges médiafogyasztásunknál sem lehet a teljes megvonás a vezérlő szempont. Azt gondolom, nem célszerű megoldás, hogy például a televíziót, amelyeket akárcsak egy thrillerben engedtünk, hogy társbérlőként beköltözön némely család otthonába, majd jó néhány helyen átvegye az irányítást, átrendezze, átprogramozza a családtagok egymáshoz fűződő viszonyát, viszájszítson. Most egyszerűen száműzzük, vagy a krimis hasonlatnál maradva egy kalapáccsal szétverjünk. És bizony nem célszerű lemondani a különböző médiaeszközök használatáról sem, mondván viselkedési, függőségi állapotokhoz vezet, ahogy ezt a szakemberek mondják. Nem, tisztelt megjelentek, együtt kell tennünk a tudatos médiafogyasztás elterjesztése érdekében. Jól tudjuk, hogy a különböző kormányok és a nemzeti parlamentek a jogalkotással sokat tehetnek, ahogy nálunk tettek is, a médiatörvények szigorításával a gyermekeinket, a családi közösségeinket érő káros hatások kivédéséért. Mindez szükséges, de nem elegendő, hiszen az elfogadáshoz, vagy az elutasításhoz a megértésen keresztül vezet az út. Tisztelt megjelentek, ma nem csupán két szervezet köt megállapodás, ennél jóval többről van szó. Az NMHH, ahogy elnökasszony rámutatott, biztosítja a legmodernebb eszközöket, melyek segítségével felkészíti a fiatalokat a virtuális térben felmerő kihívásokra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ahogy neve is sejteti, pedig a nevelés, oktatás, ezen belül is mindenek előtt az igencsak erősítendő digitális kompetencia fejlesztés mellett az emberséget. Mindkettő nélkülözhetetlen, hiszen az ismeretek átadását lehet ugyan modern technikával helyettesíteni, de a pedagógusok szíve, a jóról és rosszról alkotott véleménye nélkül a modern technika vagy a rossz gazdánk, vagy a gyűlölt ellenségünk lesz. Ezért ebben a feladatban a pedagógusok szerepe mindenképpen meghatározó, kulcsfontosságú lesz. Hogy ne csak a telefonkészülék legyen okos, hanem ifjú tulajdonosa is. Hogy ne az használjon minket, hanem mi használjuk azt.
Fontosnak tartjuk, hogy az iskola terepe ne csak a tanításé, a betanításé legyen, hanem újra szerepet kapjon a nevelés is, ami szilárd értékrendet ad a diákoknak. Olyan alapot, melyhez egész életükben nyúlhatnak, és olyan készségeket, amelyek a változó világ ellenére is örök életűek lesznek. Számunkra kiművelt emberfő az, aki nem egyszerűen a szükséges és korszerű ismeretekkel rendelkezik, hanem képes ezt a tudást hozzámérni egy, a kordivattól független értékrendhez, zsinórmértékhez. Olyan új nemzedéket szeretnénk, amelyik biztos kézzel halásza ki az információ tengerből a hasznos, jó tudást, és hajítja szemétre a sok ócska limlomot. Tisztelt megjelentek, köszönet illet tehát mindenkit, akinek szellemét vagy kezemunkáját dicséri ez az épület, Kolarik Tamás igazgatórat és ifjú csapatát a lelkes és hozzáértő vezetésért és működtetésért, és végül, de nem utolsó sorban, Szalai Anna Máriát, aki sajnos már nem élhette meg, hogy álma valóra váljon. Kívánom minden diáknak, hogy jusson el ide, ismerje meg ezeket az eszközöket, élvezze a lebilincselő foglalkozásokat, majd pedig az ilyen és ehhez hasonló csúcstechnikán készült termékeket fogyassza felelősséggel és mértékkel. Köszönöm, hogy meghallgattam. A kilapigazgatónk lesz. Amikor én lapot szerkesztettem, akkor még elég nélkül maradott. Fehér borzas. Ez lesz a címlap? Nem, csak ez nem annyira, ugye? Nem kéne ide a címbe is beemelni, ezt nem tudjuk. Vagy így, és akkor rajta van. Az is jó, ez a megoldás.